Kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett egy 60 négyzetméter alapterületű melléképület tetőtere egyeken a Táncsics Mihály utcában. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűz átterjedt a főépületre is. Egyeken egy családi háznál keletkezett tűzhöz riasztották a Jász-Nagykun Szolnok vármegyék katasztrófavédelmi igazgatóság, tiszafüredi hivatásos és az egyedi önkormányzati tűzoltókat, ahol a lakóingatlan 60 négyzetméteres melléképülete teljes terjedelmében égett, és a tűz megközelítetőleg 20 négyzetméteren átterjedt a főépület tető szerkezetére is. A helyszínre háromszerrel kiérkező tűzoltóknak az oltás közben a tetőt is meg kellett bontaniuk, valamint 2 darab gázpalackot ki kellett hozniuk az égő épületből. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, lakossági intézkedésre pedig nem került sor. A szomszédok is észrevették a hatalmas lángokat. Felébredtem, nem tudom, hogy hány óra lehetett, biztos ámult már 8 is, vagy nem tudom. És akkor nagy fényesség idekin, azon az ablakon nem volt elhúzva a függöny a túlsón, ide-oda bemegyek, látom egy rendőrség, mentő, tűzoltó, mondom, hogy mi van itt. És akkor felhívtam a fiamat, akik egy házal odébb lakik, és ő mondta, hogy égett a nád tető. A házban 4 laknak. Helyszínre érkezésünkkor az ott lakó nő riporterünknek elmondta, valószínűleg zárlat okozhatta a tüzet. A fészerből indulhatott a tűz, és úgy terjedt át a főépületre, ahol a konyha és a nappali egy része is leégett. Mindenük oda veszett a tűzben. Ruhák, élelmiszerek, akkor bútorok elégtek, a gyógyszerek, a piamé, a krombetek, minden elégett, semmink nincsen. Semmink. Uh-huh. Nem tudtam kivenni, kimelikíteni semmit innen, és a gyerekeim az este sején, nincs. A család nagyon nagy bajba került, hiszen a tűz miatt lakhatatlanná vált a ház. Ideiglenesen a rokonokhoz költöznek, amíg nem tudják felújítani a házat. Addig is szívesen fogadnak minden segítséget, felajánlást, legyen az bútor, ruhanemű vagy bármi más.